2017 volt az első olyan év, amikor kitalálták, vagy megjelent ez az informatika ismeretek érettségi. Az első olyan ágazati érettségi vizsga, ahol informatikából kértek hálózatokat, programozást, weblapszerkesztést és adatbázis kezelést, de SQL nyelven. Webszerkesztés akkor még csak HTML és CSS volt. 2020-ban jött megint a változás, amikor megint változott a 2017-eshez képest valamennyit, de ezt a mintafeladatsort rakták föl, ami a Nive oldalán elérhető. Ezt én most meg fogom nyitni, és megpróbálom megoldani. Először is hozzárendelem egy böngészőhöz. És akkor... Ez volt az, amivel ugye az érettségire tudtunk készülni. Tényleg nagy változás volt a korábbi sima informatika érettségi, vagy informatika emelt szintű érettségihez képest. Nálunk addig nem nagyon választották az informatika ismereteket a diákok. Addig, nem is tudom mi volt. Addig volt olyan része, ami, úgy emlékszem, hogy két része volt a régi feladatsornak, az egyikben elektronikai dolgokra mentek rá, a másik részében mentek rá az informatikai dolgokra. Nem nagyon választották. Nem volt kötelező az, így mindenki informatikában érettségizett, vagy középszinten, vagy emelt szinten. Ezután jött ez a váltás, hogy szakmai tárgyként tanulja valaki az informatikát, akkor ebből az informatikai ismeretekből, vagy informatikai ismeretekből kell vizsgáznia. És ez volt az első mintafeladatsor, amit központilag kiadtak. No. 2020-ban megjött egy változás ehhez képest, ezekhez képest. De arra jó, hogy egy picit még gyakorolni vele az SQL-t. Nézzük! Egy általános iskolában 2016. októberében papírgyűjtést hirdettek. A tanulók hétfőnként, szerdánként és péntekenként adhatták le a gyűjtött papírt. A papírgyűjtés adatait egy adatbázisban rögzítették. A következő feladatokban a papírgyűjtés eredményeit tartalmazó adatbázissal kell dolgoznia. Az adatbázis következő táblákat tartalmazza, van egy tanulók, meg leadások, tanulókon belül van T-azon, név, osztály, leadásokon belül sorszám, tanuló, időpont, mennyiség. Az adatokra vonatkozó információk ott vannak, vagy mezőkre vonatkozó információk ott vannak. Milyen mező, milyen adattípus tartalmaz, milyen adat van benne, mi az elsődleges kulcs, mi az idegen kulcs. Hát ugye itt két tábla van, tábla közötti kapcsolatokat pedig az alsó ábra mutatja. Hát úgy néz ki, hogy ezt még Access-be rakták össze, legalábbis így képernyőkép alapján, vagy hát ez alatt a képrészlet alapján is képernyőkép. Na, nézzük meg magát a feladatsort. A lényeg az, mint mindig ezeknél a feladatsoroknál, a megoldások SQL-ben kell elmentenünk, vagy bele kell raknunk az elkészített SQL utasításokat, mindig a feladat sorszámánál szereplő mi ez? Sor után. Tehát a feladatot tartalmazó sor után. Már ezt most értelmesen elmondtam, de ha megnyitom a megoldások SQL-t, akkor értelmesebb lesz maga a dolog. Megoldások SQL-ben, tehát itt van, hogy első feladat, akkor ide kell berakni a hozzátartozó SQL utasítás. Már harmadik feladat, már negyediknél, és így tovább, és így tovább. Ezt próbáltam kinyögni, csak nem sikerült. Itt még két forrásunk volt, egy táblák SQL és adatok SQL, ha végig gondoljuk, nyilván a táblák hozza létre a táblákat, az adatok SQL pedig illeszti bele a táblákba, szúrja bele a táblákba az adatokat. Ügyeljen arra, hogy a lekérdezésekben pontosan csak a kívánt mezők szerepeljenek, felesleges mezők ne jelenítsen meg. Hozzon létre a lokális SQL szerveren papírgyűjtés néven adatbázist, az adatbázis alapértelmezett rendezési sorrendje magyar szabályok szerinti legyen. Ha az önállóta választott SQL szerveren nem alapértelmezés az UTF-8 kódolás, akkor állítson be alapértelmezetnek az adatbázis létrehozásánál. Na nézzük csak, ugye. XAMPP nevezetű program. Jó lesz így is, 5.6.24-es verzió, elindítom a webservert, elindítom a
MySQL szervert, és a MySQL-nél az admin fül gombra kattintok, egy új lapfülön megnyílt a PHP MyAdmin, ezt kirakom ide egy külön böngésző ablakba. Jó. Csinálok egy új adatbázist. Adatbázis neve papír gyújtás. Illesztés típusa ott az UTF-8. Hungarian CI-t kell kiválasztani. UTF-8, Hungarian CI, és a létrehozással jön létre az adatbázis. Konzolból ki lehet másolni azt az SQL utasítást, ami létrehozza ezt az adatbázist, mégpedig a Create Database papírgyűjtés, Default Character Set UTF-8. Én nem tudom kimásolni. Érdekes. Kijelölöm, Ctrl-C, teljesen jónak kell lennie. És akkor ide az első feladathoz beilloztam. Szóval ott tartottam, hogy Create Database papírgyűjtés Default Character Set UTF-8, Collate UTF-8, Hungarian CI. Adatbázis létrehozása megadott néven, alapértelmezett karakterkódolás UTF-8, illeszkedjen a magyar sajátosságokhoz. Jó, tehát ez az első feladatnak a megoldása. A második feladat. A táblák SQL és az adatok SQL állományok tartalmazzák a táblákat létrehozva, valamint az adatokat a táblába beszúró SQL parancsokat. Futtassa a lokális SQL szerveren elsőként a táblák SQL, majd az adatok SQL parancsfájt. Ja, a videónak a leírásába bele fogunk rakni a linket, ahonnan a feladatsor és a források is letölthetőek. Na! Az első dolog, importálunk. Tallózás gombbal kiválasztjuk, hogy mit akarunk importálni. Én az asztalra kiraktam, harmadik feladat néven. Először a táblák SQL kell, azt mondta a feladatsor is. Indítással elindítom az importálást. Még mutatja, hogy milyen utasítás futott le, vagy utasítások futottak le. Tábla létrehozása, meg a másik tábla létrehozása. Ha megnézem, mutatom, akkor valami ilyesmi van benne. Létrehozza a táblát, tanulók táblát. Itt jön, hogy milyen mezők vannak a táblában. Milyen adattípus, nem engedélyezett a nullérték. Karaktertípusnál megvan adva, hogy milyen hosszú lehet. Ez a constraint, egy módosító, létrehoz igazából egy elsődleges kulcsot, ami a tíjazó mező lesz, és az elsődleges kulcsnak ad egy nevet. Hát itt valami dolgot kiért. Következő táblának a létrehozása hasonló módon, annyi, hogy itt van elsődleges kulcs, és van egy idegen kulcs is. Ezeket így kell létrehozni ezekkel az utasításokkal. Ez benne volt, ezzel nem kell semmit csinálni, importálni kell, és kész. Látszik, hogy létrejött a két tábla, a leadások és a tanulók. Most jön az, hogy importáljuk ezekbe a táblákba az adatokat. Én úgy szoktam mindig, hogy adatbázist kiválasztom, importálás, tallózás, most jön az, hogy adatok SQL. Megadom a fájlt, amit importálni kell, és az indítással importáltam. Ez mondja, két lekérdezés került végrehajtásra, ha megnézem a leadások tábla tartalmát, föl lett töltve a tábla, megnézem a tanulók tábla tartalmát, föl lett töltve a tábla, amit még én ilyenkor meg szoktam nézni. Adatbázist választom ki, rámegyek arra, hogy több, és a tervezőbe megnyitom, és akkor is látszódik a mezők neve, mezőknek a tulajdonsága, és a kapcsolat is látszik a táblák között, ha az jó, akkor igazából mehetnek a további feladatok. Márpedig ez jó, úgy néz ki, mint ahogy ott a mintában van, úgyhogy teljesen jó. Nézzük tovább. Harmadik feladat, készítsen lekérdezést, amely megadja, hogy az első osztályos tanulók mikor, mennyi papírt adtak le a gyűjtési időszakban. Lekérdezésben a tanuló neve, az osztálya, a leadás időpontja és a leadás leadott mennyiség jelenjen meg. Hát, ugye leadásokban csak az van benne, egy sorszám, egy tanulóazonosító, egy időpont, egy mennyiség. A tanulók táblában pedig benne van egy tanulóazonosító, egy név és egy osztály.
Egyből ilyen szép lekérdezést kér első feladatnál, na nézzük, hogyan lehet ezt megoldani. Kiválasztom a papírgyűjtés adatbázist, azt mondom neki, hogy lekérdezés, és akkor nézem végig, hogy mi az, amire szükség van. A lekérdezésben, hogy szerepeljen a tanuló neve. A tanuló nevét a tanulók tábla névmezőjéből tudom meg, a tanulónak az osztálya, az a tanulók tábla osztálymezőjéből tudható meg. A leadási időpontja, az ugye a leadások időpont mezőjéből tudható meg, illetve leadott papír mennyiség, hát itt elfogytak az oszlopok, tehát itt a lekérdezés, nevezzük lekérdezés tervező vagy szervezőnek, itt elfogytak az oszlopok, úgyhogy kell hozzáadnom még egy oszlopot, tehát kiválasztom, hogy még egy oszlopot akarok hozzáadni, akkor fogja hozzáadni, amikor rákattintok arra, hogy lekérdezés frissítése. Most ugyan hozzáadta, de olyan kicsi az ablakom mérete, hogy nem látszik, úgyhogy kicsit nagyítok ezen az ablak méreten. Most már látszik a negyedik oszlop is, és ebbe bele kell raknom ugye a leadott papír mennyiséget, az a leadásokból, leadások tábla mennyiség mezője. És akkor nézzük, milyen feltételeket kell megfogalmazni. Azt mondja, hogy az első osztályos tanulók. Hát én nem emlékszem, hogy hogy vannak itt az adatok a tanulók táblában, ezért megnyitom egy új lapfülön, nem túl jó adatbázis esetében ezt így megnyitni, de hát nézzük el. Ugye az osztály úgy van, hogy 1A, 1B, és a többi, és a többi. Hát ugye, ha mennék tovább, akkor látnám, hogy van egy C is, nincsen A-ból, meg B-ből van. 1A, meg 1B van csak. De az a lényeg, hogy arra voltam kíváncsi, hogy hogyan van jelölve az osztály. Itt, ha visszamegyek, akkor láthatom azt is, hogy az a tanulók osztálya az egy szövegtípusú változó, egy szövegtípusú mező, és mint láttuk a mintában, vagyis hát nem a mintában, hanem az adatbázisban, itt úgy vannak, hogy először van az osztály sorszáma, évszáma, utána pedig az azonosító betű, tehát előre jön a szám, aztán a betű. Tehát itt feltételnek azt tudjuk mondani szöveg esetében, ugye, hogy like, ez egy hasonlító szó. Ugye egyessel kell kezdődnie, mindegy, hogy A vagy B, vagy akármilyen karakter, de egyessel kell kezdődnie. Azt úgy írom be, hogy egy, és utána bármilyen karakter állhat, azt mondom, hogy százalék. Hát mondjuk, nem túl egészséges, mert akár a tizedik osztályt is kilistázhatná. Hát ez általános iskola. Azt mondja általános iskola, tehát akkor ott nem fordulhat elő, hogy tizedik osztály is van, nem? Általános iskolában 1-től 8-ig vannak az osztályok. Szerintem ez így jó lesz. 1%. Like 1%. Ezzel adtam meg azt a feltételt, hogy bármilyen első osztályos, A-s, B-s, C-s, D-s, akármilyen első osztályos. Rendezünk nem kell... Más adat nem kell hozzá. Úgyhogy én azt mondom, hogy szerintem ez egy kész lekérdezés, de azért nézzük meg az eredményt is. Frissítem a lekérdezést, akkor rakja össze normálisan az SQL utasítást. Bezárom a konzolt, mert arra már nincs szükség. És lekérdezés indításával futtatom le a lekérdezést. És akkor hát szépen kilistázza. Balog Adrián az nem hozott, Balog Melinda többször is hozott. Azt mondja, hogy első osztályos tanulók mikor és mennyi papírt adtak le a gyűjtési időszakban. Mikor és mennyi papírt. Akkor arra is kíváncsi, aki nem adott le. Nyilván, nem? Hát, Isten igazából. Egy tanuló van, aki nem adott le semmit. Egy B, igen. Illetve hát itt már több is bejött. De az A-ban ott csak egy tanuló nem adott le. B-be volt több lusta tanuló, akinél nem volt papír, vagy hát nem lusta, csak nem volt felesleges papírjuk. Mikor és mennyi papírt adtak le? Szerintem ez itt teljesen jó. Lekérdezésben tanuló neve, osztálya, az időpont, leadás időpontja és leadott mennyiség szerepeljen. Ez így megvan. Rendeznünk nem kellett, úgyhogy
szerintem jó lesz ez így. Ezt, ami itt kijött nekünk lekérdezésként, ezt ki kell másolni és bele kell rakni a jegyzettünkbe a harmadik feladat után. Mentem ezt a megoldások SQL-t. Nézzük a következő feladatokat. Az itt ezután jövő feladatoknál már az eredményekben, vagyis hát az eredményeket egy ilyen pici mintában mutatja, hogy mi lehet. Négyes feladat, listázza ki, hogy az átvételre megjelölt napokon átlagosan mennyi papírt adtak le. A számított mezők címkéje napi átlag legyen. Hát jó, nézzük ezt a lekérdezést. Papírgyűjtés, azt mondom, hogy lekérdezés. Hát az időpontot kell először is beleraknunk, hiszen látjuk, hogy itt van egy időpont. A leadott mennyiségek átlagát, hát azt csak a mennyiségekből tudjuk meg, tehát a leadások mennyisége az kelleni fog. És szerintem ez a két mező, ami kell. Ugye igazából arra kíváncsiak, hogy naponta mennyi volt az átlagos leadott mennyiség. Ez olyan, mintha azt mondanák, hogy csak naponként írjuk ki, hogy. Akkor ez azt jelenti, hogy csoportosítanunk kell naponként, de ez a két mező az, amire szükség lesz. Itt meg egy aliaszt is fogok csinálni, mert azt kell megjelenítenünk az oszlop fejlécében, itt látszik, hogy napi átlag, tehát a címke napi átlag legyen, az van a feladatban. Tehát kell egy aliasz, ez még messze nem jön kész lekérdezés. Ezzel valamit összeraktam, egy alapot, amiből ki tudok indulni, itt összerakja nekünk az SQL utasítást. Azért lefuttatom, hát ha valami értelmes dolog is kiszületik belőle, vagy megszületik belőle. Hát már kapásból látszik, hogy itt 10. hó 10 az többször is szerepel, tehát ez így ebbe a formában nem igazán jó. Szerkesztenünk kell. Ja, mondtam, hogy naponta, vagy naponként csoportosítanunk kell. Tehát a select from az úgy fog folytatódni tovább, hogy naponként csoportosítjuk, akkor kell egy group by, hiszen az a csoportosítás, és leadások időpont szerint, úgyhogy ezt kimásolom. És itt beillesztem. Be is gépelhettem volna, de egyszerűbb volt kimásolni. Következő feladat. Átlagot kell számolni, a napi mennyiségek átlagát, erre függvényt lehet használni, az AVG nevezetű függvény, az ugye average, átlag. Ez ki fogja számolni a napi átlagokat. Nézzük, hogy mi lesz az eredmény, hogy jó-e az, amit én itt kigondoltam. Azt mondom, hogy indítás, lefutatja. 10. hó 3, 2677, egész 1020. Ez jónak tűnik. Második. 2016. 10. hó 5, 2557,5. Ez jó. És a harmadik érték is jó. Tehát én ebből arra következtetek, hogy ez egy jó megoldása a feladatnak. Tehát ezt a lekérdezést kimásolom, és belerakom a jegyzetünkbe. És mentem. A vizsgát javító, vizsgafeladatsort javító tanár, az csak ezt fogja nézni. Csak az itt található SQL utasításokat. Hát engem nagyon zavar, hogy itt minden egyben van, úgyhogy minden egyes SQL utasítás után csinálok egy üres sort, hogy azért valahogy tagoltabb legyen. Így. Tehát ez volt a negyedik feladat, jöjjön az ötödik. Készítsen lekérdezést, ami kilistázza, mely osztályokból adtak le papírt 2016. október 28-án. A listában minden osztály azonosítója csak egyszer szerepeljen, növekvő sorrendben. Ó, de jó. Hát akkor papírgyűjtés adatbázis kiválasztjuk, lekérdezést hozunk létre. Ha bár csak az osztályra kíváncsiak, akkor az biztos, hogy a tanulók osztályát bele kell raknom, ez nincs mese. Viszont
más mező is kell ahhoz, hogy meg tudjam állapítani, hogy adott napon mi történt. Ugye ahhoz, hogy az adott napot meg tudjam határozni, vagy arra feltételt tudjak megszabni, ahhoz az időpontot is hozzá kell raknom a lekérdezéshez. Viszont az időpontnak nem kell megjelennie az eredménye, úgyhogy azt kiszedem az időpont oszlopából, megjelenítés sorból a pipát. Tehát annak nem kell megjelennie az eredménybe. Viszont kell egy feltétel. Az időpont azt mondja, hogy dátum mező, és hát én most itt újban megnyitom ezt a táblát. Jó, úgy gondoltam, az a dátum úgy van benne, ahogy gondoltam. Tehát akár én úgy is tudok rá megfogalmazni feltételt, hogy like, remélem jó lesz, hát kipróbáljuk, like, 2010, na nem is tudom, 2016, 2016, ugye kötőjel el voltak elmárhozta az év hónapnak mezők, 10. hó, 28. Megnézzük, hogy eddig mit sikerült összehozni. Lekérdezés frissítése, itt összerakja a lekérdezést nekünk, itt kapcsolatokat is belerakja, lefuttatom, és akkor látom, hogy hát itt azért vannak ismétlődések, az ismétlődéseket ki kéne szednem, és növekvő sorrendben kell lennie, mégpedig az osztály szerint növekvő sorrendben. Egyből kihagytam a rendezést. Tehát akkor itt a where után folytathatom a rendezéssel. A rendezés ugye az order by. Mi szerint akarok rendezni? Rendezni akarok az osztály szerint. És növekvőbe. Hát elméletileg, ahogy látom, alapból növekvőbe van rendezve, de biztos, ami biztos, bele kell írni a lekérdezésbe. Növekvő, azaz ascending, és annak a rövidítése az ASC. Jó, de változás ideig nem fog történni, ez biztos. Minden osztálynak egyszer kell szerepelnie. Lehetne használni azt, hogy osztályonként csoportosítok. Nem kell értékeket számolni. Lehet azonban másként is, ugye a distinct az az, amikor egyedi értékeket szedi ki, csak az egyedi értékeket szedi ki egy adott táblából. A distinctet azt ide kell írni az elejére, tehát select distinct, tehát hogy ezt a mezőt, és csak az egyedi értékeket szedje ki. Hát most erre kíváncsi vagyok, hogy ez jó lesz így. Szóval indítás, 1A, 1B, 2A, 2B, és így tovább, és így tovább. Hát én elhiszem, hogy ennyi volt, azt mondja, hogy 16 összesen. Elképzelhető, hogy ez egy jó megoldás, nem tudom. Én most ki fogom vásolni, mintha ez egy jó megoldás lenne, 5. feladathoz. A másik megoldás, ami szerintem szóba jöhet, az még az lehet, hogy itt a distinct helyett marad az, ami eredetileg volt, hogy a tanulók osztályát akarom kiíratni, de csoportosítok osztály szerint. Tehát group by. By tanulók osztály. Lefuttatom. Hát itt is ugyanaz az eredmény született. 16. Én úgy gondolom, hogy ez is egy jó megoldás. Tehát itt ennek a feladatnak kapásból lehet több megoldása is. Hiába rakok, vagyis a vizsgázó hiába rak több megoldás bele egy feladatnak, egyszer lesz az csak értékelve. Nagyon jó, hogy tudja többféleképpen is, de itt az lenne a cél, hogy minél több feladatrésznek lenne jó megoldása az ő rész, tehát amit bead, amit elkészít. Tehát itt én így két megoldást kapásból tudok, teszteltem, ugyanaz az eredmény jött ki, úgyhogy szerintem ez így jó. 6. feladatot nézzük meg.
Készítsen lekérdezést, ami megadja, hogy osztályonként hány mázsa papírt gyűjtöttek a tanulók. Egy mázsa egyenlő 1000 dekagramm. Az eredményt rendezze a gyűjtött mennyiség szerint csökkenő rendbe. Akkor itt dekagramban van megadva a súly. Így van, leadott papír mennyiséget dekagramban értve. Jó. Hát akkor megint lekérdezést kell készíteni. Kiválasztom az adatbázist. Azt mondom, hogy lekérdezés. Szükségem lesz, ami biztos, a tanulók osztályára. Ami biztos, szükségem lesz a leadott mennyiségre, hiszen abból tudom majd kiszámítani a mázsa értéket, és látszik, hogy annak kell megjelennie, hogy mázsa, nem pedig annak, hogy mennyiség. Mázsa. Oké, rendeznünk kell a gyűjtött mennyiség szerint csökkenőbe, tehát e szerint majd a számított mező szerint majd rendeznünk is kell csökkenőbe. Oké, majd a számított mezőt azt később megalkotom, hogy hogy fog az kijönni. Tehát osztályonként hány mázsa papírt. Itt benne van a megint az, hogy osztályonként, tehát akkor az osztályok szerint csoportosítanunk kell. Jó, más nincs, tehát semmi feltétel nincsen, igazából inkább számítani kell, megcsoportosítani. Egy lekérdezés frissítem, itt össze fog nekünk rakni valamit, lefuttatom, megnézem mi az eredmény. Ó, hát biztos, hogy jó, illetve nem, tudom, hogy nem jó. Mert hogy osztályonként kell, tehát biztos, hogy kell egy csoportosítás. Az order by elé kell a group by, hiszen van egy sorrendje, egy struktúrája az SQL nyelvnek. Azt mondja, hogy MySQL documentation. MySQL documentation. Documentation. És én mit írtam? Kihagytam egy U betűt, jó. dev.mysql.com, ez a hivatalos dokumentáció, azon belül nekünk kell a szerver, reference manual. Hát, én azt mondom, nézzük meg a legutolsó 8.0-ásét. Itt beírjuk, hogy select. Azt fog kijönni elsőnek, hogy select statement. Meg lehet nézni, hogy a select az hogy épül föl. Hát itt vannak olyan módosítók, amivel nekünk most nem kell foglalkozni, de a distinctet előbb használtam, tehát azt érdemes megnézni. Select from where group by having order by és limit, ezek amik biztos, hogy kellenek középszinten az érettségi vizsgán, ezen kívül még ugye a distinct, vagy distinct row, ez attól függ, hogy mire kíváncsiak, de inkább a distinctet kérik. Tehát itt csak a felépítését akartam megmutatni, meg hogy a dokumentációba hogy lehet keresni. Vizsgán föl lesz az IL dokumentum kezelő rendszer, abban benne lesz a MySQL dokumentáció, és abban lehet keresni. Group by, tehát rendezek, vagy nem rendezek, csoportosítok tanulók osztálya szerint, ez már egy lépéssel közelebb vissza a megoldáshoz, tehát most már minden osztály neve egyszer fog szerepelni. Hú, de jó, de még mindig nem jó a lekérdezés, mert nincs befejezve. Azt mondja, hogy nekünk az összes gyűjtött mennyiség kell, osztályonként az összes mennyiség, tehát akkor itt a mennyiséget, azt nekünk mindig össze kell adogatni, azaz ide egy függvényt fogunk használni, mégpedig a sum függvényt. Azzal lehet összeadni bizonyos mezők értékeit. Hát ha összeadom, akkor ez egy nagyon szép szám lesz. Ugye ez most dekagramban van. Nekünk ezt át kell alakítanunk mázsára, úgyhogy még mindig nincs kész a képletünk. Tehát itt, hogy ebből mázsa legyen, ugye az van odaírva, hogy egy mázsa 10.000 dekagram, akkor ami itt kijön eredmény, azt osztanunk kell 10.000-rel. Jó, ez fog mázsa néven szerepelni. Kapásból itt a rendezésnél is gondok lesznek, hiszen átírtam, tehát már nem ez a mező szerepel itt fönn, hanem ez, az óriási képlet.
de ennek adtam egy alias nevet, erre tudok hivatkozni a rendezésnél, tehát e szerint kell rendezni, e szerint a képlet szerint, de mivel az kapott egy álnevet, egy alias nevet, az aliasra tudok rá hivatkozni, és akkor azt mondom, hogy mázsa szerint csökkenővel rendezzen. Hát megnézzük, hogy mi lesz az eredmény. Lelindítom. Ez nekem jónak tűnik. Ugye 6B 16,5903. Ez jó. 3A 14361. Jó. 2A. Szerintem ez egy teljesen jó lekérdezés így most már. Tehát, hogy a tanulók osztályára vagyok kíváncsi, van egy számított mezőm, amit mázsa fejléccel látok el, mázsa aliasszal. Úgy számolom ki, hogy összeadom a mennyiségeket és elosztom 10 000-rel, akkor lesz belőle kilogram, nem is kilogram, mázsa érték. És ugye tanulók táblából, ami össze van kapcsolva a leadások táblával, ezen a mezőkön keresztül van a kapcsolat. Vagy ezen a mezőkön keresztül, ezeken a mezőkön keresztül van a kapcsolat, csoportosítunk osztály szerint, és rendezzük a számított mező szerint az értékeket csökkenőbe. Azaz a legnagyobb súlyt elért osztály kerül legelőre. Ez itt szerintem teljesen jó. Úgyhogy ezt kimásolom, és beillesztem a 6. feladatnak, feladathoz, mint egy jó megoldást. Ugye az informatika szépsége lehet, hogy egy feladat megoldásának, vagy egy feladat megoldásához nem egy, hanem 2-3-4-5 út vezet, tehát 5-6, 2-3-4-5-6 jó megoldás is lehet. A logikailag jó megoldásokat kell értékelnie a vizsgát javító tanárnak, kollégának. Hát jön az utolsó feladat, nézzük meg. A legtöbb papírgyűjtő 10 tanuló jutalomban részesül. Készítse a lekérdezést, amely megadja ezen tanulók nevét, az osztályát és azt, hogy mekkora mennyiségű papírt gyűjtöttek. Az eredményt rendezze a gyűjtött mennyiség szerint csökkenő sorrendbe. Jó, hát nézzük akkor. Kiválasztom az adatbázist, papírgyűjtés, lekérdezést kell létrehozzon. Kell a tanulónak a neve. Tanuló nevét a tanulók táblából tudom meg, a névmezőből. Kell a tanulók osztálya, azt a tanulók tábla osztálymezőjéből fogom megtudni, hogy mennyi papír gyűjtött összesen, az leadások és a mennyiségből fog kiderülni, de itt megint valamit rendezgetnünk kell, ráadásul csak az első 10-re kíváncsi, mekkora mennyiségű papírt gyűjtöttek összesen az egyes tanulók. Ó, de jó lesz. No. Hát én azt mondanám, hogy először is rákattintok arra, hogy lekérdezés frissítése. Itt összerakott egy lekérdezés, megnézzük, mi az eredmény. Azt mondja, hogy Bálint Melinda az 1A osztályból ennyit rakott bele. Hát itt 4-szer szerepelt Bálint Melinda. Azt kéne megoldanunk, hogy Bálint Melinda csak 1-szer szerepeljen. Mondjuk Csonka Július csak 1-szer szerepeljen, Gulyás Sándor is csak 1-szer szerepeljen, meg a többiek is csak 1-szer szerepeljenek. Úgyhogy én azt javasolnám, hogy használjuk a group by-t, csoportosítsunk tanulónként. Aztán, ha elrontjuk, akkor még lehet javítani. Group by, tanulók név szerint. Ugye akkor csoportosítva lesznek tanuló nevek szerint, hogy megszámoljuk, hogy az adott tanuló mekkora mennyiséget adott összesen le, ahhoz össze kell adni a mennyiségértékeket. Tehát ahhoz kell egy sum függvény. Ott viszont lesz egy nevünk, az fog szerepelni, egy osztályunk, és annak kell szerepelni, hogy összesen, nem pedig annak, hogy mennyiség, tehát ide egy aliaszt kell. Alias, összesen, ékezet nélkül, tehát összesen. Jó, és rendeznünk is kell az eredményeket, tehát itt group by után jönni fog egy order by. Ide beírhatnám azt a számított értéket, vagy számított
tehát ezt magát, ezt a számított képletet, vagy számításra használt képletet, de ez is kapott ugye egy alias nevet, tehát akkor az alias név szerint is tudok rendezni. Tehát azt mondom, hogy az összesen mező szerint csökkenőbe kell rendezni. Csökkenőben, miért írom a magyarul, hogy csökkenő, mikor angolul akartam azt a descending. Lefuttatom, nézzük meg, mi lesz az eredmény. Azt mondja, Bálint Melinda 14.788 dekagrammot adott le, Boros Szilvia nem tudom én mennyit adott le, 1042. Ugye, majdnem jó, csak itt valahogy a rendezést ezt nem igazán fogta föl, úgyhogy ezt nézzük meg még. Mert hogy az összesent azt odarakta, és ha kiszedem ezeket az apostrofokat, akkor érteni fogja, hogy én az összesen szerint akarom? Érti. Jó. Az idézőjelek egy kicsit bezavarták itt. Jó, kiszedtem az idézőjeleket, most már rendezi valóban méret szerint, vagy hát mennyiség szerint csökkenőben. Láthatjuk, hogy tényleg ezek az értékek vannak, Szalai Szabolcs, harmadika, 21.971 dekagram, Csonka Éva 2B, 20.734 dekagram, Major Richard 2B, 20.610 dekagram. Ez tök jó, csak az a baj, hogy ez kiírja az összeset. Tehát itt van összesen 328 tanuló, nyilván kiírta mind a 328 tanulót, ugye csak azért nem írja ki egyben, mert itt az van beállítva, hogy 25 sornyi eredményt mutasson. Ha azt mondom, hogy mind az 500 sort mutassa, akkor ugye kifér egy oldalra a 328. Szépen csökkenő sorrendben. Nagyon jó. Itt vannak üres értékek is. De nekünk azt mondja a feladat, hogy csak az első 10 tanuló nevét akarjuk kiíratni. Akkor azt tudjuk csinálni, hogy amit kiíratunk, az mind azt mondjuk, hogy ne írjon ki mindent, csak az első 10-et. Csak az első 10 rekordot. Limit 10. Tehát a limit mondja meg, hogy 10 sornyi, 10 rekordnyi eredményt mutasson csak. Lefuttatom, tényleg csak 10 fog megjelenni. 2, 4, 6, 8, 10. Én úgy gondolom, hogy ez a megoldása ennek a hetes feladatnak. Tehát ezt itt ki lehet másolni, és be lehet illeszteni a jegyzetembe. Nem fogok másik megoldást keresni, örülök, hogy egy jó megoldás van. Biztos van több is, nem baj. Én ezt tudtam így elsőre. Ez tűnt logikusnak. Jó? De tanulók neve, tanulók osztálya, kiszámoljuk, hogy az egyes tanulók mennyit kerestek, elnevezzük egy alias néven, úgyhogy összesen. Tanulók táblát és a leadások táblát használjuk, de ugye a tanulók tábla az, amit közvetlenül, itt pedig egy kapcsolaton keresztül a másik tábla. Group by, az ugye csoportosítjuk név szerint, hogy minden tanuló neve csak egyszer szerepeljen, és hogyha tanulónként összesítenünk kell, akkor ezt group by-t kell használni. Sajnos, hogyha a tanulókat szeretném csak kiíratni külön-külön, akkor a distinct az jó megoldás, de akkor nem kell használnunk semmilyen ilyen agregáló függvényt, tehát sem a Zoom account, az AVG, a Max, amin nem kell használnunk, akkor jó a distinct. Ha kell használnunk ezeket a függvényeket, akkor nem lesz jó a distinct. Nem fog jó eredményt adni. Ki lehet próbálni egyébként, de nem. Én úgy gondolom, hogy ez nem lesz jó. Ja. Vagy is van visszavonás. Ez így egy jó megoldás volt, és akkor itt módosítok rajta. Tehát azt mondom, hogy a tanulókat külön-külön listázza ki, tehát akkor distinctet írok ide. De ugye most itt a sumot is használni akarom, itt akkor a group by nem kell, mert használom a distinctet. Lefuttatom, és ez lesz az eredmény. Tehát a distinct ez nem jó ilyen esetben, amikor ilyen agregáló függvényeket kell használni. Akkor van olyan eset egyébként, amikor jó eredményt ad a distinct is, meg a group by is, de ez nem az a helyzet. Jó? Tehát itt annak kell lennie, ami korábban volt. De jó.
apostrofot kitöröltem, most bajban vagyok. Igen. És akkor ide a grubba vissza. Group by tanulók név szerint. Tehát ez volt az eredeti, amit először megalkottam. És így adott jó eredményt. Jó, ha csak arra lennénk kíváncsiak, hogy ki az a tanuló, aki a legtöbbet gyűjtötte, akkor itt azt mondanám, hogy limit egy indítás. És akkor csak azt az egy tanulót írja ki, aki tényleg a legtöbbet gyűjtötte. Ha az első háromra vagyok kíváncsi, akkor ugye limit 3. De itt most az első 10-re voltak kíváncsiak, ezért limit 10. Ennyi volt ennek a feladatsornak az adatbázis kezelés része. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek.